Sokan vettek részt az ortodox szentestén a torontál vásárhelyi pravoszláv templomban. Zorica Grcsák rendszeres résztvevője az esti szentmisének. Božić je najveći hrišćanski praznik, proslavlja se u porodičnoj atmosferi, okupe se svi ukućani, najuža porodica i proslavljamo u veselju i nadamo se zdravlju svake godine. A szentmisét Igor Karánovics pravoszláv pap celebrálta, aki Jézus születésének jelentőségéről beszélt. Srpska pravoslavna parohija u Debeljači na najsvečaniji mogući način proslavlja radosni praznik rođenja u telu Bogomladenca i Sina Božjeg, Gospoda Isusa Hrista. Kao svake, pa tako i ove godine s Božjom pomoći organizujemo svečano večernje bogosluženje, a nakon toga u porti hrama, te su dvorištu našeg svetog hrama, izvršimo osvećenje i nalaganje badnjaka uz jedno prigodno posluženje. Stevanović alföldi Silvija családjával külföldön él, de az ünnepekre hazajöttek. Mindig december 23-án érkezünk Bécsből a magyar karácsonyra, és ezt a karácsonyt a családi körben ünnepeljük. Van egy húgom, aki Belgrádban él, és akkor az anyukánál itt vagyunk mi is, az én családom és a húgom a családjával. Ami érdekes, hogy a húgom is vegyes házasságban él, és szóval akkor a család így együtt van az anyunál, a szerb karácsonyt viszont főleg a férjemmel ünnepeljük, illetve a lányunkkal, és ez már egy ilyen hagyománnyá vált, hogy karácsonykor, szerb karácsonykor mindig eljövünk a pravoszláv templomba az istentiszteletre. A szentmise végén a gyerekek csomagot kaptak, a badnyák meggyújtását tűzijáték követte.